Hát akkor Unicredit Bank 28 milliárd, ezt kéne nektek mi 100 milliós kölcsön után vissza, majd rájöttök erről, aztán utána meg szabadkozunk, hogy hát nem is annyi, meg nem is ennyi. Tehát erről szól a dolog, és ha így partust kap az ügyfélre, meglátod, hogy 28 milliárddal tartozik, azért az így álljunk le egy kicsit. Nekem úgyis van egy csomó kérdésem itt az Unicredit Bankban, tehát hogyha itt végeztünk a plakátolással, akkor majd mindenképpen be fogok menni, mert ezeket a kérdéseket meg kell, hogy legyen, mert különben nem tudnék nyugodtan. De tedi oda még a esmetővel. Jó, oda menjen fel a csajfelirat, alá pedig az ítéletek. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Unicredit Bank ellen egy csomó elmarasztaló ítélet van már, az ablakon most meg is láthatják. És ugyanez van az UOA CIP-bankrál is kint, csak kicsit később visszajönnek, akkor az összes többi környékbeli bankrál megtalálhatók az ítéletek. Jó, jó, és arra. És természetesen az ítéletek utána is lehet nézni. Ugye itt a refizes rendezvény központ, azt halljuk, hogy nem kell egyelőre fizetni, mert hogy túlfizetésre vagyunk. Menjenek az anyjukba. Szerintem, hogy itt a fehér kicsit van, mert reggel láttam a képen, hogy melegem is van, mert alatta van. Ja! Na hát itt van mindjárt egy heves ember, aki az Unicredit Bankra egy kicsit haragszik, mert hogy azt mondja az Unicredit Bank, hogy neki, hogyha befizetnek 6,5 milliót, akkor nem engedi ki az egyik ingatlan. Tehát nem engedi, hogy kijöjjön. Ő az összes ingatlant akarja, mindegyiket meg akarja szerezni. Szó nincs arról, hogy pénzt elfogadna ingatlan helyett. Tehát gyakorlatilag ebben az van. Ide írja, hogy támogatta a világbajnokságot, ahol ugye történt egy-két visszásság is. Tehát attól, hogy világbajnokságot támogatunk és éheznek az emberek, kinyalhatjátok a senkenet, hülye köcsögöt. Vigyázzon, mert rablók vannak oda bent! Majd! Igen, tehát addig, amíg teljesen el nem számolunk az összes kárunk, az utolsó is meg nincs térítve, mi azt mondjuk, hogy addig egy pillért se adjunk ezeknek a mocskoknak. Nyilván mi nem elégszünk meg ilyen kis forrásról, amit a kormányunk nekünk itt nyújtogat. Nekünk az kell, hogy a teljes kockázatot a bank vállalja, hiszen nem mondta el, hogy ilyenünk nekünk lesz. Ne lehessen tisztességtelenül kamatot, tartsa be a jogszabályokat, és a jogszabályok úgy rendelkeznek, ha valaki kárt okoznak egy másik embernek, akkor azt meg kell térítenie. Ugye felkerült a bankra a véres kéz is, mert hogy rengeteg-rengeteg embernek az élete szárad már a bankokon, és az Unicredit Bank sem kivétel, közvetlen a bejárati ajtóra is tegyetek feltétlen egy olyat, hogy ne fizess mert, Ilonka nálad van a ne fizess mert felirat, hol az Ilonka? Nem tudom, hol van az Ilonka? Még mindig nem látom Ilonkát, az ajtóra feltétlen legyetek ilyet, hogy aki bejön, az lássa rögtön, hogy nem kell fizetnie, és erről rengeteg oka van neki, hogy ne fizessen. És higgyétek el, oké, Fini meg is hozta a ne fizess mert feliratot. Úgy van, az kerüljön ki a bankra, és amikor majd 2-3 hónapig nem fizetnek az emberek, akkor már rádöbbennek ezek a mocskok, és sírva fognak könyörögni, hogy egyezzünk meg. De nem lehet. Nagyon fontos, hogy itt vannak nálunk a lakossági fórumos tájékoztató, az kerüljön ki minden bankra, akár több is, hogyha van belőle több. Ott kirogatják a sátorba, valaki hozzon ide, mert megyünk át a többi bankhoz.
hogy minden pultra kerüljön ki, és aztán újból és újból lehet még kitenni az oszlopokra is a környéken, és mindenhova, hiszen lakossági fórum lesz jövő héten, szombaton, amikor is arról beszélünk majd, hogy hogyan lehet szabadulni ettől a csubától, és mekkora nagy fasság, amit a kormányunk most itt a bankokkal leegyeztetve megmentésként áll a levé. Maszatolnak, így van, maszatolnak. Természetesen a UniCredit banknál is énekelünk, most nem éppen a bankárost, az pörögjön csak az interneten úgy, ahogy kell. Ugye rengeteg élet szárad a lelkükön, ugye nem csak egyszer akarnak ölni, de van nekünk itt egy mozgalmi indulónk, a bármi nálunk babán, a szokásainkról beszéljünk, ha valakinek még kell hozzá a jegyzete, akkor nem kell. Nem meg, gyere csak! Sok ellen lehet, hogy több is van, nem egy van. Igen? Megy ezt fejből, vagy hozzunk, mert... Megy? Találsz! Nota, ha itt van mellettem, mert ugye sokkal jobb, ha ő énekel a mikrofonba, mint ha én énekelnék, és remélem nem is fogja most elrontani. Most papírja van! Úgy van, egy hónapban ezelőtt nem működik. Papírja van róla, olyan nota, ha! Figyelem! Figyelem! Egy, két, és hát! Bármi nálunk babám, bármi nálunk babám, az jött a szokásba. Hogy nem fizet a magyar, nem fizet a magyar, mocskos uzsorásba. Elmegy a magyar hanghoz, a bankat kerejébe. Telefon, telefonálkul ki innen a fenébe. Bármi nálunk babám, bármi nálunk babám, az jött a szokásba. Hogy elviszik a bankát, elviszik a bankát, csinos a ruhába. Elmegy a magyar a bankhoz, a banknak erejébe. Azt elkapja a bankát, de megrendő még már a börtön fenekére. Útközben megnyomjál, útközben megnyomjál, szappant a segjébe!